Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Szabó Péternek hívnak, és a Freedy cégnek a CTO-ja vagy műszaki vezetőjeként dolgozom. És először röviden bemutatnám magunkat, hogy mivel is foglalkozunk, és aztán egy váratlan fordulattal, hogy miért is vagyok itt, vagy hogy kötődik ez mondjuk az iskolai oktatáshoz, vagy hogyan lehet integrálni ezeket a berendezéseket vagy technológiákat az oktatási gyakorlatba. Alapvetően a cégünk 3D berendezésekkel foglalkozik, ezeket szervizeljük, kalibráljuk, üzemeltetjük és persze értékesítjük is, 3D nyomtatókat, szkennereket, illetve napi szinten mérnöki munkában használjuk ezeket. Tehát méréseket, 3D méréseket, szkenneléseket végzünk, 3D nyomtatókkal, prototípusokat, ipari alkatrészeket készítünk, és ezeket a technológiákat oktatjuk is a 3D Akadémia nevű kis oktatási stúdiónkban, hiszen ezek az új disruptív technológiák nem arról híresek, hogy bárki, aki a kezébe veszi, már készségszinten használni tudja őket. Jellemzően az ügyfeleink között nem oktatási intézmények vagy tanárok szerepeltek korábban, hanem ipari, nagy és kisebb vállalatok, és az utóbbi néhány évben viszont nagyon szorosra fűződött a kapcsolat a hazai oktatási intézményekkel. Ennek nyilván vannak nemzetközi előzményei, tehát ahogy ezek a berendezések egyre olcsóbbak, elérhetőbbek és bárki számára hozzáférhetőek lettek, tőlünk egy kicsit nyugatabbra vagy sokkal messzebbre keletre már nemzeti programok vannak arra, hogy ezeket a berendezéseket akár már az általános iskolától kezdve integrálják az élményközpontú oktatásban. A mai rendezvény elején egy kicsit meg voltam ijedve az első előadások hallatán, nem tudtam elhelyezni még az enyémet majd ebben a sorban, aztán ahogy haladtunk, egyre több ilyen buzzwordöt hallottam, mint például a gamifikáció, mesterséges intelligencia, vagy az oktatásban a STEAM, vagy a STEM mozaik szavak. És ezekhez kapcsolódnak nagyon szorosan ezek a 3D nyomtatók, illetve a 3D szkennerek is. Egyrészt az elnevezés is zseniális, különben nem tudnánk róla beszélni, semmi köze nincsen a nyomtatáshoz, a 3D nyomtatásnak, sem papírhoz, sem tintához, viszont ha olvasztott műanyagszál lerakásos modellépítő eljárásnak hívnánk, ahogy egyébként kellene, akkor valószínűleg nem találkoznánk vele a bulvár sajtóhasábjain sem. És ami miatt itt vagyok, és amiről a prezentáció szólni fogna, az egy program, amit 2-3 éve a 3D Akadémiánk indított, és ez a 3D Tech az iskolában nevű program, ami ellentétben a nyugati példákkal nem felülről kormányzati vagy egyéb szervezeti szintről érkezett, hanem alulról civil kezdeményezés, gyakorlatilag a cégünk tulajdonosának a felajánlása az, hogy első körben néhány iskolához eljuthattuk ezeket a gépeket, konkrétan nekik adtunk 3D nyomtatókat, nem feltétel nélkül. Szerettük volna azt tudni, hogy ezek a gépek jó helyre kerülnek. Korábban is váltunk kapcsolatban oktatási intézményeket, de jellemzően felső oktatási intézményekről van szó. Jóval drágább gépeket vettek, viszont jóval kevesebb mértékben integrálták ezt mondjuk a napi oktatási gyakorlatba. Mint ahogy látjuk azt majd néhány nagyon szép példám. Az egész egyébként úgy indult, hogy nagyjából 2,5 éve egy iskolaigazgató Kisvárdáról besétált a bemutatótermünkbe, kiválasztott 3 darab 3D nyomtatót, meg egy 3D szkennert, és azt mondta, hogy szeretne létesíteni egy 3D labort az ő iskolájában. Nyilván egy tájékozott tanáremberről van szó, aki rajta tartja a mutatóját a nemzetközi oktatáspedagógia ütőerén, és tudta azt, hogy ez lesz a jövő. Az ipar az már régóta tudja, hogy gyakorlatilag ez már a jelen, de 20 éven belül minden ezzel fog készülni, tehát egyre inkább fémalkatrészektől elkezdve műanyag alkatrészekig mindent ilyen berendezésekkel készítünk majd. Az oktatásban ez sokkal lassabban integrálható. Elsősorban mi azt gondoltuk, hogy csak a műszaki vagy a művészeti képzésben lehet használni majd ezeket a gépeket. Tehát ahol mondjuk gépészeket képeznek, ahol építészeket, formatervezőket vagy akár iparművészeket, ott lehet ezeket leginkább alkalmazni, és egy évre rá, mielőtt, vagy miután felszereltük ezt a labort Kisvárdán, elmentünk, tettünk egy látogatást, és meginterjúvoltuk a tanárokat is, és elképesztő dolgokat láttunk. És ezek az élmények vittek minket arra, hogy elindítsunk egy ilyen programot, ezt a 3D-tek az iskolában, amelynek keretében első körben 11 iskolának adtunk 3D nyomtatókat, majd utána további 21 iskola kaphatott ilyen készülékeket.
nem a szokásos, bonyolult pályázatírási rendszer keretein belül. Mi egy A4-es papírt vártunk minden oktatási intézménytől, hogy írják le, hogy mire használnák ezt a nyomtatót. Különböző szempontok szerint értékeltük a beadott pályaanyagokat, és próbáltuk igazságosan, nem titkoltan elsősorban a középiskolák és az általános iskolák felé eltolni a dolgot, hiszen az egyetemek jó részén már vannak ilyen berendezések, vásároltak tőlünk. A rossz tapasztalat viszont az, hogy a hallgatók nagyon ritkán jutnak hozzá. Ezek gyakran tanszéki mérnöki irodákban vannak. Éppen ezért a legfontosabb kikötésünk az volt, hogy azok az iskolák, amelyek kapnak egy ilyen gépet, ők azt aktívan kezdjék el használni, tehát ne a tanárok családtagjainak legyenek nagyon szép telefontokjai, hanem próbálják meg ezt akár az alaptantervi oktatásba integrálni, akár külön szakköröket szervezni erre a fajta gyártás technológiára. És rendkívül jók a tapasztalatok, nyilván segítettük a tanárok munkáját, gyakorlatilag nem csak berendezést adtunk nekik, hanem vele együtt egy komplett kurrikulumot, segédanyagokat, megvalósult korábbi jó példákat és olyan modell könyvtárakat, ahonnan azok a pedagógusok is letölthetnek mondjuk oktatási segédeszközöket, akik nem tudnak mondjuk 3D-ben rajzolni. És ezzel a segítséggel, sőt a 3D Akadémián le is oktattunk több mint 120 pedagógust, akik azokból az iskolákból érkeztek, akik kaptak nyomtatót. Tehát rendelkezésükre állt egy olyan tudásanyag, amivel már csak az ő agilitásukra, kreativitásukra volt bízva, hogy megfelelő módon használják ezeket a berendezéseket. Az elején ezt a programot még egyedül kezdtük el, aztán a második etapban már csatlakozott hozzánk két hazai vállalat is. Ugye mi elsősorban a technológiával és az azzal való szolgáltatással foglalkozunk. Egyrészt a 3D nyomtatás, de ugyanilyen mértékben jelentős a 3D szkennelés is. Ugye ezzel a két berendezéssel tudjuk átjárhatóvá tenni a fizikai 3D-t a virtuális 3D-nktől. Tehát mit csinál egy 3D nyomtató? Egy virtuális 3D modellből egy kézzel fogható műanyagtárgyat tudok gyártani, vagy akár fémtárgyat is. Egy 3D szkenner pedig egy meglévő fizikai tárgyat emel át a virtuális 3D térbe, akár mérés, akár vizsgálatok, akár animáció céljából. Most ahhoz, hogy 3D nyomtatni tudjunk, szükség van 3D nyomtatható tartalomra. Tehát önmagában egy 3D nyomtató, hogyha valaki nem 3D tervező szakember, nem sokat ér. Éppen ezért fejlesztenek olyan szoftvereket, vagy fejleszt a Leopoly nevű kis testvércégünk olyan szoftvert, amely ingyenes, felhő alapú, tehát egy böngésző elég a futtatásához, és játszik könnyedséggel, akár egy egészen kisgyermek is egy érintő kijelző létrehozhat 3D nyomtatható tartalmakat. Konkrétan egy 3D modellező szoftverről van szó, de nem egy műszaki előképzettséget igénylő CAD szoftverről, hanem egy rendkívül intuitív, gyerekek számára is hozzáférhető eszközről, amely hasonlóan működik, mint egy virtuális agyagot formáznánk a térben. Tehát kiindulhatunk egy gömbből is, és azt alakítjuk, formázzuk, mint ahogy egy szobrász mintázza viaszból vagy agyagból a szobrait. Ugyanezekkel a módszerekkel játszik könnyedséggel, bárki előállíthat ilyen 3D nyomtatható modelleket is. És végül csatlakozott hozzánk a Craft Unique cég, az asztalon látható 3D nyomtatónak fejlesztője és gyártója. Ez egy 100%-ban magyar fejlesztésű készülék, és itt Budapesten, Csepelen gyártják egyébként a masinákat is. Tehát ezzel a hármas összefogással tudtunk biztosítani egy olyan komplett ökoszisztémát, ami az első vonalhúzástól, a 3D nyomtatható tartalom elkészítésétől kezdve az utolsó vonásig, amikor a 3D nyomtató befejezi ezt a modellt, és a kettő között nyilván van egy tanulási folyamat, amikor megtanuljuk azt, hogy hogyan hozhatunk mi létre egy számítógép képernyőjén 3D nyomtatható tartalmat, amit néhány órával később, és mondjuk pár száz forintnyi műanyagból kézbe vehetünk, és akár használhatunk a napi oktatási gyakorlatban, vagy tehetjük ezzel érdekesebbé, interaktívabbá a pedagógiai munkát is. Ugye itt a második etapban mi, mint Freedy, főként már a képzést részt vittük, csak a Leopoly készítette a 3D nyomtatható tartalomgenerálást, és a megvalósítás pedig a Craft Unique vagy a Craftbot 3D nyomtatók feladata lett. Ezzel gyakorlatilag a teljes spektrum lefedhető. Nyilván itt a belépő szintről beszélünk. Tehát ezek a kis asztali gépek azért nem ugyanezeket a gépeket visszük nagy autóipari cégekhez például. Ezek tipikusan a könnyen használható, intuitív módon vezérelhető és nyilván elérhető áru készülékek. Tehát nagyjából egy laptop áráért be lehet szerezni ezeket. Az utóbbi időben
Nem tudom, hogy milyen hatása volt erre a két évvel indított programunknak, de bekerült a digitális oktatás stratégiába a 3D nyomtató is, mint fogalom. Sőt, úgy érezzük, hogy egyre elérhetőbbek azok az erőforrások, amivel az iskolák pályázhatnak ilyen eszközökre. Különböző FOP és egyéb pályázatokon dömpingszerűen kapjuk a megkereséseket az oktatási intézményektől. Ugyanis, és köszönhető ez a már gyakorló iskoláknak, elterjedt a jó híre ezeknek a gépeknek, hogy tényleg képesek ezek erősíteni a digitális kompetenciát. Sok szó volt itt ma már a játszva tanulás lehetőségéről, a csapatmunka lehetőségéről. Amikor például egy robotika szakkörben az informatika tanárral együtt a diákok közösen megtervezhetnek egy játékos robotot, amit esetleg egy Lego készlettel ők fel is programozhatnak, és utána egyedi alkatrészeket tervezhetnek hozzá, amelyeket kinyomtatnak, és aztán közösen játszhatnak vele. Így olyan erős kompetenciákra tesznek szert, amire a munkaerőpiacon óriási szükségük lesz. Itt egyszerre szereznek egy kis informatikai tudást, egy kis gépészeti, mechanikus tudást, és nyilván a 3D világát a virtuális és a fizikai oldalról is képesek lesznek megközelíteni. Ugye ezek a skillek vagy kompetenciák már ma alapfeltételek mondjuk egy gépészmérnöki vagy egy ipari formatervezési munkafolyamatban. Sajnos még a felsőoktatásban sem alapkészségként tanítják ezeket a dolgokat, tehát majd gépészmérnök hallgató az biztos, hogy tudja, hogy kell esztergálásra, öntésre tervezni. Nem biztos, hogy tudja, hogy hogyan kell mondjuk erre az additív gyártás technológiára 3D nyomtatásra tervezni. Pedig jó eséllyel az első munkahelyén már ilyen gépekkel fog dolgozni. És ennek a 3D-tek az iskolában programnak az volt a célja, hogy minél több helyre eljusson ez a technológia, Kisvárdától Sopronig, tehát próbáltunk nem főváros centrikusak lenni, és következik majd egy szlájd, ahol térképen is ábrázoljuk az eredményeket. Miért van ekkora jelentősége a 3D nyomtatásnak? Sokat hallunk róla a tévében, stb. Nem mindig fedi ez a valóságot. Az alapítóknak, akinek van tapasztalata a digitális oktatás terén, hiszen annak idején a Sulinethez elég komoly köze volt, ő nagyon jó analógiát fedezett fel a 3D nyomtatással kapcsolatban, mint annó az internet elterjesztésével kapcsolatban. Egy olyan technológiát szeretnénk elterjeszteni, ami eddig nem létezett, és nem is érzi senki szükségét. Tehát az internetnél is az volt az ígéret, hogy pár kattintással leszünk a világ összes információjától, minden könyvtár adatához hozzáférhetünk szempillantás alatt. Ehhez képest a valóság az volt, hogy betárcsázós modemmel, éjszakai internettel percek alatt jött le még egy gyenge felbontású kép is. Mára viszont teljesült az ígéret, tehát tényleg a zsebünkben van a széles sáv, gyakorlatilag a buszon ülve vagy az utcán sétálva nagy felbontású előadásokat nézhetünk például egy TED konferenciáról. Ugyanez lesz a 3D nyomtatással is, és ezért fontos már most integrálni a képzésbe, hiszen ha körülnézünk az interneten, mit látunk, hogy emberi vesét is nyomtattak, űrhajó alkatrészeket nyomtatnak, fémporokból, ötvözetekből. Ha pedig elmegyünk egy 3D nyomtatós kiállításra, akkor azért észreveszünk, hogy általában az ilyen cipős doboz léptékben történik, általában műanyagból történik, és általában egyféle anyagból vagy egy színnel, viszonylag korlátozott felületi minőséggel képesek dolgozni ezek a berendezések. De nyilván mondjuk 100-200 ezer forinttól 100-200 millió forintig terjed a 3D nyomtatók ára. Nem lehet azt mondani, hogy minél drágább, annál jobb. Például oktatási célokra a legjobbak ezek a műanyagszálas masinák, ugyanis rendkívül egyszerű kezelni, és nem drága a berendezés sem. Tehát nyugodtan oda lehet adni egy szakkörnyi gyereknek, és ők tudják használni, nem nagyon tudják tönkretenni, és amiket gyártanak belőle, azok pedig mondjuk grammonként 3-4-5 forintba fognak kerülni. Tehát abszolút fenntartható egy ilyen készülék, és rengeteg előnnyel, vagy rengeteg módon tudja támogatni az oktatási gyakorlatot, nem is feltétlenül csak egyféleképpen, ahogy azt látni fogjuk. Itt tart most az ígéret a 3D nyomtatásban, tehát már 3D nyomtatott autókoncepciókon dolgoznak, komplett irodát nyomtattak már Dubajban kísérleti jelleggel, és nyilván már hangszerek is készülhetnek vele, de a 99%-ban egy átlag ember mondjuk az eltörött porszívócső adaptert szeretné vele pótolni, vagy a bőrönnek a kerekét, vagy a fióknak a fogantyúját. Erre is alkalmasak. Egyrészt ugye ez a 3D-s objektum gyártás vagy tárgyalkotás segíti a diákoknak a térlátását, fejleszti a kreativitásukat. Gyakorlatilag átérzik azt a varázst, a tárgyalkotás varázsát, hogy megrajzol valamit a kezével a képernyőn, és néhány órával később ezt kézbe veheti.
Ez a varázs korábban nem volt elérhető bárki számára, hogy ezt megtapasztalja, gyakorlatilag egy ipari környezet kellett hozzá, vagy legalábbis egy fröccsöntő üzem, vagy egy kis masina, és drága szerszámok, hogy ezzel létrehozhassunk tárgyakat. Így, amit elképzelünk, néhány órával később kézbe vehetjük, és ki is próbálhatjuk. És nyilván komplexebb folyamatokat is átlátnak ezzel a diákok, tehát amíg az első ceruza vonástól, koncepció ötleteléstől a kész fizikai modellig eljutunk, az egy hosszú folyamat, de egy vidám, kreatív és inspiráló folyamat, és a jelek azt mutatták, hogy túljelentkezés volt ezekre a szakkörökre, ahol ezeket a technológiákat alkalmazták, mondjuk az informatikus, vagy akár a fizika tanárok. És hát olyan gyakorlati képzést, olyan feladatmegoldó készséget segített ez elő, amelyet korábban nem vagy csak nagyon nehezen lehetett ilyen egyszerű módszerekkel előhívni a gyerekekben. Azért voltak hasonló megoldások, például az építőkockákból, a legókból ezek a programozható robotok szintén hasonló jó eredményeket mutattak az oktatásban. És még a kémiát is segített megérteni, ugyanis konkrétan Kisvárdán az egyik kémia tanár felfedezte, hogy nem csak oktatási modelleket tud ő kinyomtatni, mondjuk egy molekula szerkezetet, amit letölthet a netes adatbázisból, hanem még a meglévő szertárállományt is tudták pótolni ezzel az eszközzel. Tehát amíg a tanszerellátóból akár több ezer forintba kerülhet egy egyszerű pipetta tartó is, azt ő letöltötte és pár száz forintból kinyomtatta magának mindenfajta beszerzési és engedélyeztetési eljárás nélkül. Tehát egy ilyen eszköz nem csak ilyen szofisztikált módon képes támogatni mondjuk egy tanár munkáját, hogy oktatási segédeszközöket, demonstrációs modelleket nyomtathatunk valahol, hanem a legbanálisabb gyakorlati feladatokat is, ami például egy mikrofon konzolnak az eltörött kis szorítója is lehet pótolni ezekkel az eszközökkel. És akkor néhány számszerűsítve is az eddigi eredményeket. Ugye ez még a legelső etapja a 3D-tek az iskolában programnak, vagyis amikor kiírtuk ezt a pályázatot, és hát messze felülmúlta a várakozásokat a beérkező pályaművek száma. 400-nál is több iskola jelentkezett, vagy küldött el pályázati anyagot nekünk. Sokszor tanárok és diákok együtt ötleteltek, hogy mit kezdenének ezzel a nyomtatóval, és a térképen jól látható, hogy az ország egészéről érkeztek pályaművek. Jellemzően középiskolák és általános iskolák, egészen sok felsőoktatási intézmény is. Az elbírálásnál azért ez inkább hátránynak számított, azt elárulhatom. Azért, mert tudtunk róla, hogy ezek az intézmények már régen vettek tőlünk készülékeket, és nem szerettünk volna egy harmadik nyomtatót lehelyezni egy informatikai karmérnök irodájába. Úgyhogy inkább az általános és középiskolákat létesítettük előnyben. Ugye első lépésként 2016 áprilisában 11 darab MakerBot nyomtatót adtunk át a nyertes iskoláknak. Őket előzte meg egyébként a kisvárdai szakközépiskola, akit az elején említettem, ők inspirálták ennek az egész programnak a beindítását, és utána aztán nem hagytuk magukra ezeket a gépeket és a velük dolgozó pedagógusokat, hanem rendszeresen meginterjúvoltuk őket, hogy használják a gépet, tudunk esetleg valahogy segíteni benne, és fejlesztettük, bővítettük azt a kurrikulumot, azt az oktatási modelleket tartalmazó adatbázist és a jó gyakorlatot tartalmazó esettanulmányok gyűjteményét is, hogy ők minél hatékonyabb tudják ezt játszva tanítani a gyerkőcöknek. És két hónappal később, amikor a Leopoli és a Craftbot is, Craft Unique is csatlakozott hozzánk, pedig újabb 10 nyomtatót tudtunk adni, ez már a magyar gyártmányú masinákból. És hát nem csak készüléket adtunk, hanem, ahogy említettem, a 3D Akadémiánkon 100-nál is több tanárt tanítottunk meg 3D nyomtatni, 3D szkennelni és 3D modellezni. Azért, hogyha valaki közelebb megy az asztalhoz és megnézi ezt a készüléket, rájöhet, hogy nem űrtechnológiáról van itt szó. Tehát most egy high-tech 21. századi dolognak érezzük ezt, de ha nagyon csúnyán akarok fogalmazni, akkor egy ragasztópisztolyt mozgatunk egy XYZ tengely mentén, és olvadt műanyagot pakolászunk egymásból, vagy egymásra rétegenként. Tehát egy rendkívül egyszerű technológiáról van szó. A probléma, vagy hát az oka, amiért eddig nem tudott elterjedni, azok a különböző műszaki megoldások védettsége volt, hiszen ezeket a szabadalmakat jellemzően egy-két cég birtokolta, és mondjuk egy ilyen tudású 3D nyomtató 2009-ben még lehet, hogy 10 millió forintba került.
Lejártak ezek a szabadalmak, bárki fejleszthetett ezekkel a megoldásokkal 3D nyomtatót, és ennek köszönhető az, hogy most már tényleg egy televízió vagy egy laptop áráért egy iskolában, egy könyvtárban, vagy akár otthon a műhelyünkben is lehet egy 3D nyomtató. És ilyen módon az iskolák, vagy illetve a diákok elérése is sokkal könnyebbé vált. Ehhez viszont nagyon fontos volt, hogy a tanárokat megtanítsuk ezeknek a használatára. És hát rendszeresen beszámolnak, sőt blogokat indítottak ezekről a projektekről a különböző oktatási intézmények, vagy még inkább a lelkes pedagógusok. Csináltunk egy zárt Facebook csoportot is nekik, tehát folyamatos maradt a kapcsolata a nyomtatók gazdáival, és velük együtt közösen szeretnénk felkészülni majd a következő még nagyobb körre, hogy még több iskolához juthatassunk el ilyen nyomtatókat. Azt már sajnos nem tudjuk majd saját erőből, viszont hál' Istennek nem drága berendezésekről van szó, és hát alapvetően eddig két minta látszik kialakulónak. Egyrészt a szponzori módon történő gépvásárlás, amikor egy vállalkozás vagy akár egy nagyobb ipari cég szereli fel az iskolát 3D laborokkal, illetve arra is volt már példa, hiszen tényleg viszonylag olcsó masinákról van szó, hogy a szülői munkaközösség döntött úgy, hogy mondjuk egy délutáni mozizás árát összedobják, és akkor az osztálynak lesz egy 3D nyomtatója. Vagy egy évfolyam dolgozik össze, és a szülők fognak össze, és megoldják azt, hogy egy évfolyamnak legyen, vagy akár a könyvtárban legyen egy 3D nyomtató. És hogy mire is lehet ez jó, vagy mire használják, az egyik kedvenc projektem és az egyik leglelkesebb tanár Prófusz György volt Szombathelyről, aki egyáltalán nem műszaki beállítottságú ember, egy történész úrról beszélünk, aki a virtuális múzeumot hozott létre Szombathely vagy Szavária római kori emlékeiről, amelyek nem léteznek fizikai valójukban, viszont korabeli grafikákon, metszeteken ezek megtalálhatóak. Ő összehozta az ő érdeklődését az informatika tanár és az informatika szakkör tudásával, és a gyerkőcök a korabeli rajzok alapján AutoCAD-ben megrajzolták ezeket a régi római kori emlékeket, és aztán ki is nyomtatták 3D-ben, de ami a legjobb, hogy szerveztek belőle egy kiállítást, egy virtuális múzeumot hoztak létre a középiskolai kollégium keretein belül, ahol be is mutatták ezeket a dolgokat. De egyéb gimnáziumokban például látható, hogy alsó tagozatos kisgyerekeknek tanították a 3D modellezést egy érintőképernyőn. Tehát a lényeg ennek az egész technológiának, hogy már nem csak a beavatottak kezében van a tárgyalkotás, nem kell ahhoz gyártástechnológusnak, iparművésznek, öntésznek lenni, hanem ahova bekerül egy 3D nyomtató, ott van egy kis mini gyár. És ezzel az eszközzel, műanyagból bármit létre tudunk hozni, és innentől kezdve az oktatásunk sokkal interaktívabb és élménygazdagabb lehet. Hogyha ezt még egy 3D szkennerrel is kombináljuk, akkor a meglévő eszközkészlet is reprodukálható vele. Jellemzően drágák például a biológiai demonstrációs modellek, egy műgyanta, koponya, belső szervek, stb. Vitrínben is tartjuk őket, nehogy hozzáérjen a gyerek, esetleg leese és összetörje. Ha esetleg mégis összetörik, akkor akár több 10 000 forint is lehet ezeket pótolni. Ha viszont beszkenneljük egy szkennerrel, és kinyomtatjuk, onnantól kezdve pár száz forintból ez meg lehet. Akár a 6-7 évesek is nagy örömmel használják ezt a technológiát, de akár matematikai ábrázoló geometriai feladatokat is megoldanak vele, és a legfunkcionálisabb alkatrészeiket is tudják akár pótolni, amit vagy nem lehet kapni, vagy nagyon drágán lehetett volna kapni, nyilván egy műszaki szakközépiskoláról van szó. Hát köszönöm szépen a figyelmet, biztos, hogy már önök között is vannak olyanok, akik használnak az iskolában 3D nyomtatót, ha nincsenek, akkor bízunk benne, hogy hamarosan majd lesznek. Köszönöm még egyszer a figyelmet.